Ugye, mi surányt tisztelt sportársak, két rutinos felvezető, apró hibákkal. A részleteivel Kovács János és kutyának munkájáról. Egy nagyon törekvő, energikus, tenni akaró kutyát látunk a pályán. Szerintem a kutya nem is hibázott, de ezt majd mindjárt részleteiben. Horizon vezetés gyakorlatánál a felfelé történő egyenesben nagyon szépen megy a kutya, jók az ütemváltásai visszafelé, viszont ha ezt a fordulást vállalod be a hátraharcoknál, ezt a fordulást szeretnéd tovább csinálni, akkor ezen van még mit viszolni bőven. Hát egy kicsit tág ez a dolog. A csoportban nagyon szép figyelmes a kutya, viszont az új alakban az ültetés után a csoportban egy balra áttal kellene bemenni, és nem így levágva az egyenest. Ott egy bal fordulat kimaradt. Kétszer megyünk jobbra, tehát gyakorlatilag minimum egyszer legalább balra kéne jönni, ami nálad elmaradt. A kutya megcsinálta volna, csak te a tapasztalatlanságod miatt gondolom. Ezzel együtt még nagyon jó gyakorlat. A szabadon követés gyakorlatán a csoportban nagyon figyelmes, szűk, közeli a kutya. A felfelé történő egyenesben viszont nagyon gyakran hozzáér a kezed a kutya fejéhez, ami hát ugye egy kis
plusz parancsként is értelmezhető. A fordulásra írnám fel itt megint csak a figyelmet, hogy ezt egy picit pontosabban, szűkebben kell végrehajtani. Jók az irányváltások itt az U-alakban, és nagyon szép, pontos és gyors az ülése a kutyának. Nagyon jó a gyakorlat értéke. Menet közben ütetés gyakorlatánál. A felvezetési szakaszban egy szűk, figyelmes, közeli felvezető lépéseket látunk. Kutya azonnal ül, a parancsra nyugodt, figyelmesre felvezető, visszaérkezési hibátlan kitűnő. Fektetés behívásra. Fektetés behívásra gyakorlatánál megint csak egy szép, figyelmes felvezetői szakaszt láttunk, ahol a kutya nagyon parádésra megy a felvezető mellett. Azonnal gyorsan, azonnal, de gyorsabban kellene neki feküdnie. És a behívásra jól reagál, gyorsan érkezik a felvezető, de egy picit ferdénül. Ezt csak megjegyeztem. Ezen a szinten itt még ez nem büntetendő cselekmény. Gyakorlat még ilyen határeset kitűnő. Hebbemaradásnál azonnal első parancsra gyorsan fekszik a kutya, mindvégig nyugodt, figyelmes. Felvezető visszaérkezésekor azonnal első parancsra ül, és hibátlanul elvezethető, ez egy hibátlan kitűnő gyakorlat volt. Összességében ez idáig a mai napon a legmagasabb minősítést kapta, kitűnő 58 pont vagyok. Nagyon jó munka, 55 pontra értékeltem, gratulálok!